Jó reggelt kívánok mindenkinek! Augusztus 7-én kérem szépen kihalt a terület. Én vagyok itt egyedül, meg az öreg vasszerelő, itt a dömper mögött már ő dolgozik. De még senki sincs itt. 418 van. Teljesen üres a terület. Érdekes ez a toronydarú szerűség itten egyébként, ez egy trollidarú. Távirányítóval irányített lentről a földről. Iszonyatos nagy ellensúly van a gém mögött. 12 darab betonlap, egyenként 1,9 tonna. Hát közel 23 tonna ez, vagy 22, szóval óriási ellensúly van rajta, tehát kell is, mert nagyon hosszú kinyúlása. A másik darú, az, hogy mutassam, úgy mutatom. A másik darú, az nem trolli darú, az ilyen emelhető gémű darú. Hogy ne tudjon kifordulni közterület fölé, mert akkor díjat kell fizetni az önkormányzatnak. Ez viszont olyan helyre van letelepítve a másik, hogy nem tud kifordulni, tehát középre van a területen telepítve, terület közepére van telepítve. Nem tud kifordulni a közterület fölé, nem ér ki. Míg a másik az kiérne, ha vízszintes lenne a gém. Na mindegy. Valaki mondta tegnap hozzászólásban, hogy miért így vannak ezek a dömperek megcsinálva, hogy elő van a plató. Miért nem fordítva van a vezetőállás és mögötte van a plató, hiszen így nem lát semmit. Ez tény. Ez tény. Ha ez meg van rakva, én néha leszoktam azért kicsit lapítani, hogy valahogy jobban lásson, de még alapállásban sem lát szinte semmit maga elé. Hát még ha megvan rakva. Ez vitathatatlan, hogy ezért miért így alakultak ki, hát fogalmam sincs. Fogalmam sincs. Semmivel sem lenne rosszabb, hogyha fordítva lenne vezetőállás, és úgy tolatna be a gép alá, tehát olyan mindegy lenne, szerintem. De ezek így alakultak ki, hát 6 tonnáig van ez a platform, utána már a vezetőállás fordítva van. Van ezeken egyébként, már többfelé láttam, hogy rátesznek előre a hídra, az első hídra egy radart, ami jelzi azt, hogy ha közel van valami akadály, például közúton, ha ki kell menni, akkor egy autónak a fara, amit, vagy egy laposabb autót nem nagyon lát meg, vagy egy kisebb autót, egy motorkerékpár, stb. Tehát van, amikor már radar van, vagy kamera. Olyat is láttam már, amikor kamera van. De azok utóra vannak felszerelve rá, tehát alapfelszereltségként ezek nincsenek. Mindegy, hát ez a platform alakult ki. Az angolok vannak annyira hagyományőrzők, hogy ha van jobb, akkor is megmarad az aradnál. Az a helyzet. Hozzáteszem, hogy valamikor Magyarországon is voltak dömperek, hasonló felépítésű dömperek, még valamikor a 60-as években, de azoknak fordítható volt a vezetőállása. Tehát lehetett állítani, hogy
milyen irányba vezessed, tehát a vezető lehettél hátrafelé a platónak, és lehettél szemben a platóval. Úgyhogy azonra lehetett állítani. Ezt nem lehet. Ezek ilyenek. Na mindegy. Ez 6 tonna terhet bír el a plató. Durván olyan 3 köbméteres platója van nekik. Ez egyébként olyan magyarországi méret, az IFA méret. IFA méret, de hát azért ez sokkal kisebb és kompaktabb és jobb terepjáró képességű nyilván. De hát láttam már olyat is, amelyik ilyen dömper, mint ez, és talicska méretű, és mégis önjáró. Tehát van egy kis motor benne, az ember csak megy mögötte, fogja a szarvát, és semmiféle erőt nem fejt ki, mert önjáró, de akkor csak, mint egy talicska. Olyat is láttam már. Aztán egyszer dolgoztam egy olyan dömper mellett, vagyis egy rató dömpert, ami egy kicsit nagyobb volt, mint ez, de már fordított platformú, tehát mögötte volt a plató, és fülke volt rajta, egy GCB dömper volt, mert hát már a nagy dömper is olyanok, hogy fel tud borulni a plató rész, oldalra fel tud borulni, teljesen le tud feküdni, és a vonó rész az már marad a helyén. El tud fordulni teljesen, egy forgó zsámolyban el tud fordulni. Ez a GCB is többször felborult, oda mentem, felállítottam a géppel, aztán dolgoztam tovább, de a fülterét soha nem borult fel, csak a plató. Erre ezek a dömperek nem képesek. A 6 tonnás dömper erre nem képes. Ez nem tud elfordulni a plató függetlenül a vontató az erőgépes résztől. Ezek ilyenek. Érdekes, hogy ezeket csak előre tud billenteni, de a kisebbek, a 3 tonnásak, azok ki tudja fordítani a platót oldalra, és ott 3 irányba tud billenteni, vagy bármilyen irányba egy ilyen, hát olyan 180 fokos szögbe tudja forratni a platót egy fordulzsámolyon, és az bármilyen irányba tud billenteni, ami ennél kisebbek. Na.
Reggelén rántott mozzarella. Láttam volna már ilyet, régen emlékeznék rá, de nem volt benne biztos. Az mozzarella ez fűrészfal. Húha.
akkor nem tud mocorolárom.